Ha azt mondom Spiegelhalter László, tudjátok ki az? De ha azt mondom Spigi Boy, akkor korosztálytól függetlenül mindenki ismeri a nevét. Hozzátartozott a 90-es évek fiatalságához, és a mai napig ott van a bulikban. Na de vajon ki van a DJ pult mögött? A 90-es és a 2000-es évek egyik legismertebb sztár DJ-je. Évekig az E-Klub rezidens DJ-je volt. Önálló projektjeink kívül neve összeforrt Erős Attilával. Közös mixeik országszerte nagy sikert arattak. Rég várok valakire, aki csak olyan, mint te, akinek nem vagyok más, épp csak a szíve csücske. A 2000-es évek elején a Spy the Ghost nevű formációjával a hazai bulik egyik legkedveltebb előadói voltak. A mai napig aktívan zenél, minden hétvégén találkozhatunk vele az ország különböző pontjain. A magas és mély vendége Spigi Boy. Hogyha a lokálpatrióta szóhoz hozzá kéne rendelnünk egy nevet, akkor te lennél az egyik első, aki eszünkbe jut, mert hogy Váczrátóton nőttél fel, a mai napig ott élsz, a szíved közepe ez a hely. Kicsit mesélj nekünk a régi Váczrátótról, milyen volt a kislaci élete ott, miért lett ennyire a kedvenced? Hát én ott születtem, legalábbis az első emlékeim Váczrátóthoz kötnek, és óvodába, iskolába ott jártam, el se tudom képzelni azt, hogy én mondjuk ne ott halljak meg. Tehát ne ott éljem le az életem. Amikor heti több mint 10 bulink volt, akkor is én minden éjszaka oda mentem haza aludni. Tehát én soha nem szakadtam el Váczrátótól, egy percre sem. Középiskola alatt is azért minden hétvégén otthon voltam, meg az egyetem alatt is. Tényleg kiskoromtól kezdve nem tudtam elképzelni, hogy én nem Váczrátóti vagyok. Tehát nekem az a világ közepe. Egyszer a lányoddal volt egy beszélgetésed, hogy megkérdezted tőle, hogy ha egy picit nagyobb lesz, akkor mik a tervei? És nagyon meglepődtél a válaszon. Hát ez konkrétan 14-ben volt, ő akkor volt 16 éves, és vittem iskolába őt, Fótra járt ilyen népművészeti, képzőművészeti iskolába, és hogy amikor nagy lesz, akkor mi lesz? És azt mondta, hogy hát ő nem Váczrátóton fog lakni. És az így megdöbbentett, hogy nem Váczrátóton fogsz lakni. Nem is tudtam, tehát nekem ez a világ közepe. Elképzelhetetlen volt ez a válasz. Számomra elképzelhetetlen volt ez a válasz. És akkor így kicsit megnéztem a szűkebb baráti körömet, meg a haverokat, akikkel együtt focizok, és azt láttam, hogy Veresegyházán van telkük, Vácon van telkük, Vácharttyánban, akár szomszédos településeken, de nem Váczrátóton, és nem értettem ezt a dolgot, hogy itt vagyunk az agglomerációban, egy gyönyörű településen, és tényleg minden szép volt, mert szép főterünk volt, szép művelődési házunk, egyebek, és hogy nem nő a létszámunk, hanem stagnál Váczrátót létszáma, úgy, hogy minden településén nőtt. És ez azért egy veszélyes dolog, mert ettől előregedhet egy település, és én azt gondoltam, hogy ez így nem jó, és ekkor döntöttem el, hogy én egyáltalán polgármester leszek. De ez egyszerűen tényleg csak arról szólt, hogy a közösséget olyan szintre hozni, hogy érdemes legyen közéjük tartozni. Lányod, hogy döntött végül? Hát én bízom benne, hogy ott marad. Egyelőre ott van Váczrátóton, úgyhogy az én szívem az már nyugodt ilyen szempontból, hogy a munkája ugyan elszólítja nagyon sokszor, de ő is oda jön haza. Amikor kamerán kívül megkérdeztük tőled, hogy mit csinálnál akkor, hogyha nem zenélnél, van-e B-terved, akkor azt mondtad, hogy nincs. Neked csak a zene, és mindig is ez volt, illetve hát ez volt a fő tevékenységed. Hogyan érintett meg téged ez az egész, illetve az elektronikus zene? Tulajdonképpen én itt nem messze voltam kollégiumban a
a Felvinci úton, és bekerültem a kollégiumba 14 évesen, és imádtam a zenét akkor is, mert minden fiatal, ugye nekünk az volt a kikapcsolódás. Nálunk nem volt Nintendo, nem volt számítógép még ugye a 80-as években, hanem a zenét tudtuk hallgatni maximum, és mi még tudtuk, mi az a mono és mi az a sztereó. A mai fiatal nem tudja, fogalma sincs, hogy mi az. És egyfolytában az ilyen zenei műsorokat hallgattam, amik akkor voltak. És bekerültem Koleszba, ott egy rétsági fiú csinálta a kollégiumban a kollégiumnak a stúdióját, és bekéreckedtem hozzá. És akkor én is másolgattam zenéket, akkor már előfordult, hogy én tudtam olyan zenét hozni otthonról, ami nekik nem volt, meg ők is átmásolták, és bekerültél, mert ez volt a csere alap. Tehát, hogy valamit legyen, amit te is tudsz adni. Én ezt tudtam adni, meg hogyha kellett, akkor cipeltem az utcokat. Tehát ezt tudtam adni, és így bekerültem, és onnantól kezdve én a zenerobja lettem. Tehát az, hogy tudtam, hogy én valami olyasmit szeretnék csinálni, amit a Bétót Laci vasárnap esténként, amikor én indulok vissza a kollégiumba, és ő csinálta a Poptari Top című, meg a Poptarisznya című műsort, és én tudtam, hogy én valami ilyesmit szeretnék majd egyszer. Aztán később egy Paul Oakenfold remixet láttam egy Inexis Maxin, és ez volt a következő cél, hogy én ilyesmiket szeretnék csinálni. És akkor volt egy nagyon menő lemezlovas Vácott, a Georgie fölhívott, és tudta, hogy nekem már egész szép CD gyűjteményem van, beszélgettünk, és kisrác, okos, amit mondasz, jó. Majd két év múlva vittem oda neki az Zoltán Erika Megamix Maxit, vittem neki Soho Party Maxi CD-t, és akkor nézd meg, a kisfia megcsinálta. Ezt gondolta magában, és akkor már nem is voltam annyira kisfia. Kicsit segíts nekünk elképzelni azt a milliót, mert ezért a 90-es években ennek a műfajnak egy hatalmas robbanása volt itt Magyarországon is. Tényleg rengetegen jártak a klubokba, a diszkókba. Tehát hogyan képzeljük el azt a világot, amikor te elkezdtél zenélni? Hát tulajdonképpen ez még úgy volt, 89-ben az első bulimon, 7:30-kor már álltak a ajtó előtt az emberek, az egy étterem volt, széttolták az asztalokat, tehát a 80-as évek végén még ez volt, még a 90-es évek elején is. Aztán elkezdődtek a klubok. Budapesten is, vidéken is nyíltak a klubok, és nekem igen hamar sikerült bekerülni több ilyen jó klubba, először vidéken, aztán a 90-es évek végén már ide Budapestre is az E-klubba, ami azóta sajnos megszűnt, hát meg nagyon-nagyon sok klub azóta megszűnt, de ez egy óriási robbanás volt. Akkor nekem volt olyan időszak, hogy Vácott kedden eladtunk 500 jegyet. Tehát nem hétvégén, nem szombaton, nem vasárnap, vagy pénteken, hanem kedden. Az egy nagyon jó kis időszak volt, hát akkor voltak, utána jöttek a Rév Olimpiák, jöttek a Mayday Hungerik, aztán jött a Budapest Parádé és a Parádé After, tehát mind olyan robbanás volt itt Magyarországon, amit Nyugat-Európában, tehát sokkal gyorsabban felzárkoztunk akkor ebbe a világba, és zeneileg is én azt gondolom, hogy követtük azt a világot. Az az ős robbanás, ami ott történt a 90-es években, ezt sok ilyen régebbi DJ kollégámmal úgy hívjuk, hogy ősrobbanás volt, az meghatározta azért a nagyon hosszú ideig a magyar zenei kultúrát, ami én azt gondolom, hogy egész magas szinten volt. Sokan ledegradálják, meg nem olyan jó, de azért Magyarországon ez nagyon jó szintre került sokáig. Számodra mi volt az igazi áttörés? Említetted már itt a Zoltán Erika meg a mixet, ugye mixekkel, remixekkel kezdtél, aztán ugye később voltak már saját dalok is, de hogy mi volt az, amikor már így megismerték az emberek a te nevedet?
Hát a Hauber Zsoltival megcsináltuk a Geton Szexi Tapot, ezt 99 év végén, és 2000-ben ugye ezt az akkori Danubius Rádió is műsorra tűzte, az egyik legjátszottabb magyar dal volt 2000-ben. Majd ugye az Erős Attilát ismerve sokat dolgoztam vele is zenéken, és 2003-ban úgy gondoltuk, hogy ezt formációba kéne önteni, és mint DJ páros járjuk az országot, ahol ő néha énekel is. És 2003-ban megszülettek a közös dalok, és a Bonanza Banzai valami véget ért feldolgozásunk, az olyat húzott 2003 év végén, hogy 2003-ban az Attila ilyen november környékén kiírta, hogy 2004-re Erős és Piggy Boy beteg. Tehát, a következő év már tele igen, volt. Igen, előre. Volt olyan, 2004-ben volt olyan, amikor valaki jelezte az Attilának, hogy Szerdára egy ilyen egyetemi bulira le tudnánk-e menni, és akkor mondtuk, hogy nem. És akkor mondták, hogy milyen csúcsok szoktak ott a szerdai egyetemi bulikon lenni, milyen létszámok, és mondtuk, hogy egy hétfőt tudunk adni, hogyha az jó, és a normál szerdai létszámnak ilyen másfél-kétszeresét tudtuk egy hétfői napra behozni, tehát akkor az Erős és Piggy Boy az egy olyan márkaném volt 2004-2005-2006 környékén, hogy szinte minden megtelt. És mi hívta aztán életre a Spy the Ghost formációt? Hát az szintén az párhuzamosan ment ezzel, hogy az E-klubban játszottam, és egyszer csak így beugrott ez a szöveg, ez anytime is party time, party time is anytime, és ezt így nagyon sokszor mondtam. És akkor összeismerkedtünk a Mózsi Tomival, aki most már a Spy the Ghost-nak az arca inkább, és ketten elkezdtük ezt, és ő fölmondta ezt a szöveget, megcsináltuk az Everybody című dalt, ami így alulról építkezett, tehát hogy szinte ki se adtuk a dalt, és egyszer csak azt vettük észre, hogy a DJ-k játsszák más, az ország más részei. És akkor jött az, hogy hát figyelj, ebből kell valamit csinálni, meg ugye a fiatalok átvettek egy tánc stílust, és ezt hívták ilyen spy táncnak, és ezt táncolta mindenki az országban mindenütt, és óriási őrület volt, és akkor jött az egyik Budapest parádé, és akkor lehetett látni, hogy melyik kamionon milyen zene megy, mert úgy mentek a fiatalok ebben a tánclépésben, és hát akkor az egy óriási őrület lett, de az magától. Tehát ez a tőlünk, nekünk dolog volt, mert akkor köztük éltünk, köztük dolgoztunk, és ők úgy érezték, hogy ez az övéké. Az egész, a tánc is, a zene is, minden az övéké volt, és ebből indult el egy olyan őrület, ami párhuzamosan az Erős és Piggy Boy mellett ment. Mindig sajnos egy picit az árnyékában volt ez az Erős és Piggy Boynak, de azért az vitathatatlan, hogy elválaszthatatlan volt a kettő. Ugye ma már a digitális világban, a YouTube-on bárki lehet önjelölt sztár, vagy hatalmas ismeretségre lehet szert tenni gyakorlatilag pillanatok alatt, illetve hát most már sokkal könnyebb talán hozzájutni is azokhoz az eszközökhöz, amivel zenét lehet készíteni. Ugye ez nem így volt még annó, amikor a te pályafutásod indult. Mi a véleményed erről? Ez konkurencia a mostani, vagy annak a generációnak, amit te is képviselsz, vagy a kettő szépen tud egymás mellett szimbiózisban élni?
Hát én azt gondolom, hogy az élet az mindig megmutatja, hogy az idősebb tanítja a fiatalabbat, a fiatalabb tolja ki az idősebbet. Ez egy olyan szimbiózus, ami természetes. Tehát a világ az így működik. Az, hogy mi ellenálljunk a fiataloknak, ez nem egy jó műfaj. Az, hogy megpróbáljuk őket nevelni, segíteni egy-két jó szóval, lehet, hogy most még nem értik, és most még, persze, ezt mondja a vén papa, majd én, aztán utána pár év múlva azt mondja, hogy mégis nem is volt az hülyeség. A tehetséggondozás, én azt gondolom, hogy az az idősebbek nagyon-nagyon fontos feladata. Mert hogyha nincs tehetséggondozás, akkor nem feltétlenül azok jönnek elő, akik igazán tehetségesek, hanem a szerencsésebbek. A tehetséghez hozzátartozik az is, hogy neki sikerülnie kell mindennek. Tehát szerencséjének is kell lenni, munkabírásának is, meg tehetségének. Az, hogy melyik a fontosabb, ebben nem lehet sorrendet állítani, mert mindenkinél ez másként működött. Focis példával élve azt mondják, hogy Messi egy született zseni, a Ronaldónak is volt egy zsenie, de viszont ő rengeteget tanult a munkájával. Úgyhogy én ezt gondolom, hogy zenében is ez van, hogy van olyan, aki született zseni, és mindent tud. A cigány zenészeknél van egy olyan, hogy nem tanulják a zenét, és pont két hete láttam egy ilyet, hogy tedd már oda a kezem, és oda tették a kezét, és azonnal tudta játszani. Tehát az egészet. Mert ő egy született zseni volt, de nem biztos, hogy tudta, hogy kell kezdeni. Egyszer megmutatták, és azonnal tudta. Tehát vannak ilyen zsenik, és én azt gondolom, hogy ezt kutya kötelességünk segíteni az előre menetelét, és azt, hogy ő sikeres legyen. Az, hogy ez nekünk mit jelent, én azt gondolom, hogy ha valaki egyszer sikeres volt, annak azt kell megélnie, hogy van amikor fölérek a hegycsúcsra, van a másik oldalon. Ott szépen le kell jönni. Ott már nem biztos, hogy teljesen lemegyek oda, ahol kezdtem, hanem mindig lesz valamennyi buli, valamennyi siker, de már nem biztos, hogy az a hegycsúcs lesz állandóan, de ezzel meg kell tanulnunk élni. Hány fellépésed volt mondjuk 20 évvel ezelőtt, és most ahhoz képest egy héten mennyit mész, hát mennyit vagy úton? Hát átlagban mi most is 2-3 fellépésünk van egy héten. 20 évvel ezelőtt, hát... 10? Sok. 10, igen. Nagyon, főleg egy nyári időszakban gondolom. Igen, nagyon sok. Hát voltak olyan éveim, amikor még elvállaltam az ilyen céges bulikat, hogy szeptemberben elindultam, ez konkrétan 99 volt, és december 31-én tettem le a lantot. És minden nap mentem. 30-án azért nem, mert 30-án hajnalban volt egy balesetünk itt a Pakcsomó ponton, nem messze, és a 30-ai bulit le kellett mondani emiatt, de 31-én már pultban álltam. Hogyan tolerálta ezt a családod? Ők ebbe születtek. Ők érdekes volt, még a Covid alatt is volt, ma nem mész sehova. De akkor már csak viccesen kérdezték, de tényleg ők ebbe születtek. Sajnos kevesebbet tudtam a gyerekeimmel lenni, mint amit most így utólag azt mondom, hogy jó lett volna, de a két gyerek ebbe született, ők elszoktak hozzá. Érdekes, mert a fiam az nem nagyon ismerte már a karrieremet, hogy milyen volt, mik voltak azok a zenék, meg ő ilyen zenei suliba járt negyedikig, aztán ő teljesen a mezőgazdaság, autó és egyebek érdeklik, és most kezdi felfedezni azokat a zenéket. És apa, ez is a tiétek volt, nem is tudtam. Nagyon-nagyon csodálkoznak, hogyha én egy hétvégén nem megyek. Szüleid is rendkívül fontosak számodra. Édesapád megérhette a nagy sikereidet? Hát sajnos apa az nem, mert pont akkor, amikor a első lemezem megjelent, péntek volt, emlékszem, és szombat reggel már nem tudtam neki felvenni, és ezért mondom minden barátomnak azt, hogy azonnal.
Tehát amikor valami történik, akkor azonnal kell lépni. Nincs időnk a haragra, nincs időnk arra, hogy várjunk. Tehát én emlékszem, hogy hoztam haza, és akkor ám a apu majd fölmegyek, holnap fölviszem. Jó, oké. Na ezt már ő nem érte meg, sajnos. És volt egy érdekes sztori mostanában, hogy az ő osztálytársai, meg ilyen idősebb pilisztent keresztények, mert apukám onnan származik, jöttek Václátóra látogatóba, és az egyik osztálytársa jött hozzám oda, hogy apukád, emlékszem, nem sokkal a halál előtt volt egy osztálytalálkozó, és még akkor is azt mondta 99-ben, amikor én már abszolút ebből éltem. Tehát én már semmi más nem csináltam, csak a diszkózás, csak a zene körül forgott az életem, hogy a fiam még mindig diszkóst játszik. Tehát apunak ez volt a mondása. De ettől függetlenül azért anyu, ahogy elmondta, ő azért nagyon elismerte azt, amit csinálok. Tehát ő boldog volt az, amikor egyszer látta, hogy jól mennek a dolgaim, látta a plakátokat, észrevette valahol a városban, vagy bármi, hogy az én nevemmel van tele a város, és neki ő úgy gondolta, hogy csak matek szinten, mert ő nem ismerte ezt a műfajt, de hogy ez biztos az anyagilag is egy biztos dolog, meg nekem sikerben is sokat jelent. Úgyhogy támogatni támogatta, kezdetben nem, később igen, de ő azért mindig szerette volna, hogyha valami normális polgári állásom lenne, mint minden más igazi zenésznek, mert én nem vagyok igazi zenész, de az igazi zenészekkel is, amikor beszélgetek, akkor ahogy mesélik a szüleikkel való kapcsolatot, hogy apu, anyu mindig azt mondta, hogy nincs valami normális állásod? És mire gondolsz, anyu, menjek el postásnak? Vagy legyek a boltban eladó? Igen, az egy tisztességes, normális állás. Ez az ő szemükben nem. Az én szememben már igen, tehát én ezért támogatom a lányom abban, hogy a művészi vénája minél jobban előjöjjön, de az ő szemükben ez talán most már azt mondom, hogy anyukám szemében ez már normális állás. Sokan abban is megcsömörlenek, ami ezzel az életmóddal jár. Tehát, hogy sokat úton lenni, éjszakázni. De úgy látom, hogy téged a mai napig ez hajt és motivál, hogy menni és adni az embereknek, és bulizzanak egy jót. Abszolút. Tehát nekem ez az oxigén. A Covid alatt írtam egy ilyen kisebb szösszenetet, és aztán utána valamelyik újság meg is jelentette, hogy egyrészt az, hogy én azt gondolom, alapvetően egy boldog ember vagyok, és hogy a boldogság az mindenkinek jár, ezt meg kell élnie, és a Covid alatt ezt nagyon nehezen élték meg az emberek, és ugye a bezártság és egyebek miatt, de hogy tőlünk, DJ-ktől, a zenészektől az oxigént vették el, mert ugye mi nem tudtunk, tehát nagyon jók voltak és fantasztikusak voltak azok a garázs koncertek, meg otthon ez az online dolog, de az nem az, az nem az. Az messze nem az. És nagyon fontos a gázsi, de a színpadnál fontosabb szerintem nincs ezeknek az embereknek. És amikor a színpadot elvették, akkor hogy szerintem a zenészek 90%-a azt mondaná, hogy inkább az oxigént vegyétek el, a színpadot ne. Az hadd maradjon meg. És úgy élni, hogy nincs színpad, azt az egy-másfél évet, az láttam a kollégáimat, hogy milyen görcsöket, milyen nehézségeket okozott. Persze, aki talált arra az időszakra magának elfoglaltságot, akár egy sportot, akár egy valamilyen szellemi elfoglaltságot, azt túl tudta élni, de nagyon sokan ezt nagyon megszenvedték, és a mai napig nem tudják feldolgozni. Színpad nélkül ez nem élet. Akkor ez egy élethosszig tartó cél nálad, hisz az oxigénre szükségünk van, pontos, vagyis a színpadra a te pontosan. Esetedben. Épp nem régiben kérdezte meg egy barátom, hogy nem akarok én jobban koncentrálni a polgármesterségre, és kevésbé erre a zenei világra, és a zenét nem lehet elvenni. Tehát, hogyha tőlem elveszik, az, az,
az nem tudom, mi lenne. Tehát az tényleg az oxigén. Tehát, hogyha azt elvennék tőlem, akkor elgondolkodnék, hogy most mi a következő cél. Nem tudom elképzelni egyébként, tehát ez egy ilyen abszurd dolog, hogy elvegyék a zenét, de nagyon nehezen képzelem azt el, hogy én egyszer a zene nélkül éljek, vagy enélkül a munka nélkül. Illetve ez nem is munka, ez hobbi. Nagyon szépen köszönöm, Spigyi, hogy itt voltál és meséltél magadról. Én köszönöm szépen.